Az eljárás felfüggesztésével kezdődhet Vida Ildikó André Woodfriend ellen indított pere, az ügyvivő már is reagált. Nem lehet viccelni Vida Ildikóval a rádiókabaréban, az állami médiában fel sem vették a jelenetet. Nagy felháborodás fogadta, hogy fizetős lesz januártól az M0-ás és az autópályák bevezető szakaszai. Nem csak a Mediánnál, az Ipsosnál is nagyot zuhant, a Fidesz 800 ezer szavazót veszített. Jó reggelt kívánok, önök az ATV híradóját látják fél hétkor. Megtette a feljelentést André Woodfriend ellen Vida Ildikó. A NAV elnöke rágalmazás miatt kezdeményez eljárást, jó hírnevének megsértését pedig 5 millió forintra áraszta be. Tegnap egy korrupcióellenes konferencián az ott előadó Pintér Sándor az első sorban ülő amerikai ügyvivő szemébe nézve azt mondta, vigyázni kell a karaktergyilkossággal. Nem sokára látni fogják André Woodfriend arcát, amikor megtudja, hogy feljelentették. A korrupció alattomos jelenség, belülről bomlasztja a társadalmat, rombolja a közerkölcsöt. Magasra tette a lécet a belügyminiszter az igazságügyi szervek korrupció elleni harcról szóló konferenciáján, aztán az első sorban ülő amerikai ügyvivőre nézett. A korrupcióval gyanúsítás, a korrupcióval való híresztelés ugyanilyen károkat okoz. Ugyanilyen károkat okoz a szervezetnek, az államnak, és gyakran az egyénnek is. Ezért vigyázni kell arra, amit mi karaktergyilkosságnak nevezünk, vigyázni kell arra, amelyik a nemzetközi együttműködés keretén belül ilyen jellegű eszközöket és módszereket próbál meg felhasználni. Erősíteni kell a nemzetközi jogsegélyforgalmat és információcserét, feltárva az esetlegesen felmerülő akadályokat is. A legfőbb ügyész előadásában csak utalt az aktuális ügyekre. A konferencia után aztán néhány szót váltott is André Woodfriend-del. Később elárulta, arról beszéltek, hogy bár jó a magyar-amerikai jogsegélyforgalom, de ezt tovább kell erősíteni, hiszen a jogsegélykérelmek átfutása viszonylag lassú. Az általa indított jogsegélykérelem egy információkérés, az amerikai ügyvivő jelzése alapján indult ügyekben, mondta Polt Péter. Természetesen folyamatosan vizsgáljuk, hogy milyen konkrét ügyek azok, amelyekben még jogsegélykérelmet lehet előterjeszteni. Tehát én nem mondom azt, hogy le van zárva ezzel az egy kérelemmel ez a terület, hiszen a korrupció az nagyon sok ügyet ölel fel. Minden olyan ügyben a jövőben is jogsegélyt fogunk kérni, hol bármilyen amerikai szál felfedezhető. Vida Ildikó ügyvédje közben az Indexnek megerősítette, a NAV elnök feljelentette André Woodfriendet nagy nyilvánosság előtt elkövetett, jelentős sérelmet okozó rágalmazás miatt. A fővárosi törvényszékhez pedig jó hírnév megsértése miatt juttattak el keresetlevelet, amiben 5 millió sérelemdíjat jelöltek meg. Hallottam róla, mindent elképzelhetőnek tartok, de nem szeretnék erről most többet mondani. Így kommentálta az amerikai ügyvivő a feljelentést. Arra a kérdésre, hogy lemond-e a diplomáciai mentességi jogáról, azt felelte, hogy majd a kormánya eldönti, hogy megtegye ezt. Woodfriend szerint az elhangzottak többsége nagyon hasznos volt, a legjobb megoldásnak pedig azt tartaná, ha nem a médiában, hanem a létező hivatalos csatornákat felhasználva működhetnének együtt a korrupció elleni, közös érdeknek számító harcban. Az eljárás azonnali felfüggesztésével kezdődhet az André Woodfriend ellen indított per. Vida Ildikó ügyvédje Futó Barnabás a vs.hu-nak elmondta, a feljelentés után azonnal kezdeményezték az eljárás felfüggesztését, ami ki nem derül, felfüggesztik-e az ügyvivő diplomáciai mentességét. Az ügyvéd az egyenes beszédben azt mondta, Vida Ildikó nem a miniszterelnök utasítására jelentette fel André Woodfriendet. Futó Barnabás hozzátette, a bíróságnak most az amerikai külügyminisztériumhoz kell fordulnia, ugyanúgy, ahogyan az országgyűléshez egy képviselő mentelmi jogával kapcsolatban. Ilyenkor föl kell függeszteni az eljárást, azért, mert előkérdésről van szó, meg kell keresni, ezt kértük is a keresetlevélben és a feljelentésben, hogy a bíróság, illetve az ügyészség keresse meg a Magyar Külügyminisztériumon keresztül az Egyesült Államok illetékes hatóságát, és nyilatkoztassa meg, hogy lemondanak-e a mentességről, vagy nem.
Vida Ildikóval nem lehet viccelni, az állami rádióval legalábbis biztosan nem. Nem kellett utólag kivágni, mert már rögzíteni sem engedték a szilveszteri rádió kabaréba Varga Ferenc József jelenetét, amelyben az amerikai ügyvívő fiktív látogatását adták elő a NAV-nál. Mindenről a humorista a Facebook oldalán számolt be. Ő fel is töltötte a kimaradt jelenetet, amit a rádiókabari felvételének szünetében mobiltelefonnal rögzített. Egy részt most megmutatunk önöknek az állami médiából kimaradt kabaréból. Good afternoon. Üdvözlöm, miben segíthetek? Hi, I'm good friend from United States. It's? Húha, ez valami United-tól jött és éces. No, not it's. States, America. Erika? Nincs bent Szabinap is. Okay. I'm looking for Miss Vida. Ildit keresi. Ildit? Nincs itt. Elment. Nyista, zgyesz. Elment. Hú, ponyemájátje? Az MTV az ATV híradójának megkeresésére azt mondta, a Vida Ildikóról szóló jelenetet színvonala miatt nem szerkesztették be a műsorba, de a szerző három írásából kettő így is bekerült a szilveszteri kabaréba. Nagy felháborodás fogadta, hogy fizetős lesz januártól az M0-ás és a Szentendrei úttól az M3-asig, valamint a 4-es főúttól az M5-ösig tartó szakasz. A tervek szerint az autópályák városi bevezető szakaszain is fizetni kell januártól. A személyautókra bevezetik az egy-egy megyére érvényes éves matricát, ami 5000 forint lesz. Az intézkedéssel a költségvetésben tátongó 40 milliárdos lyukat tömnék be. Klasszikus délutáni dugó a fővárosban, alig moccannak az autók. Az M0-áson viszont 110-zel megyünk. Éppen ezért épült több évtizede az M0-ás, hogy kisebbek legyenek a dugók. Most azonban úgy tűnik, előbb lehet fizetős a körgyűrű, mintsem, hogy valaha is összeérne. Az emberek nem értik, miért jó ez. Hogyha bejön a fővárosba, egy pillanat alatt meg bedugul az egész város szerintem. Illetve van, aki érteni véli a mi érteket, ezért már meg sem lepődik. Meglepőnek nem, megmondom őszintén, mert itt azért keresik a különböző lehetőségeket a pénzbeszedésre, úgyhogy... Az M0-ás körgyűrű és az autópályák bevezető szakaszainak pirossal jelzett részein kell majd fizetni a tervek szerint. Vagyis az M1-M7 bevezető szakaszán, az M6-osnál, az M5-ösnél, az M0-ás Gyál és Vecsés közötti szakaszán, az M3-as bevezetőjén és az M0-ás szakadt 11-es út és az M3-as közötti szakaszán. Évi 5000 forint lenne a díj. A fővárosi polgármesterek attól félnek, hogy ha fizetni kell a bevezető szakaszokért, akkor a kerületekre zúdul majd ez a hatalmas autótömeg. Azért egy megdöbbentő javaslat, mert hogy ezeket az útszakaszokat pontosan azért építették, hogy tehermentesítsék a fővárost, így a kerületet és Kispestet is, tehát ez mindenképpen hátrányosan érinti azokat, akik itt élnek. A budaörsi polgármester, amikor meghallotta, hogy fizetni kellene az M1 M7 bevezető szakaszán, először el sem akarta hinni. Azt gondoltam, hogy ez valami hírlapi vagy a hírcsárdából idézett valaki. Ez ugyanis azt jelenti, hogy fizetnie kell mindenkinek, aki például kimegy bevásárolni Budaörsre, vagy a budaörsi lakosnak is, ha naponta Budapestre jár dolgozni. Sőt, mivel a települést ketté vágja az autópálya, még extrémebb helyzet is előállhat. Ketté vágja a települést, tehát valaki Kamaraerdőből áthozza a gyerekét a körzetes iskolába Budaörsre, az majd fizetni fog ezért az autópálya szakaszért, amit egyébként a város épített ki ilyen szélesre, aminek egyébként a felüljáróit a város építette ki, aminek egyébként a közvilágítását a város építette ki. Hát én nem tudom, hogy normális ember ilyet egyébként, tehát ilyen gondolatot meg tud egyáltalán a fejében forduljon, anélkül, hogy ezt nevetéset nélkül kibírja. A szakmai szervezetek szerint is naponta tízezrek ülhetnek majd a dugókban, ha megvalósul a terv. Ha ők beragadnak a dugóba, mert azoknak az utaknak a kapacitása nem fogja lehetővé tenni a forgalom lebonyolítását, akkor sok tízezreknek nehezül meg a napi élete, és ez nem biztos, hogy vállalható lesz. A javaslatot még a fideszes polgármesterek is támadják. Óbuda polgármestere például Facebook üzenetében elfogadhatatlannak nevezte a tervet, hiszen ez például fizetősé tenni a Megyeri hídat is, vagyis onnan ismét Óbudára zúdulna a forgalom. Szűcs Lajos, aki a Gyáli térség országgyűlési képviselője, azt mondja, nem pártpolitikusként kell kezelni ezt a kérdést. Közös fellépést kell ebben az ügyben tenni. Amikor leülnek a minisztériummal szemben, akkor az agglomerációban élők érdekeiért harcolni fognak? Megpróbálják megváltoztatni majd ezt a tervezetet?
ön szerint egy megválasztott országgyűlési képviselő vagy egy megválasztott polgármesternek nem ez a feladata? Az agglomerációs polgármesterek információink szerint jövő hét pénteken tárgyalnak a kialakult helyzetről. A közösségi közlekedésre akarják átszoktatni az embereket az UDI kiterjesztésével, ezt mondta a kormány szóvivő. Az ellenzéki pártok egyöntetően bírálták az UDI kiterjesztésének ötletét. Évi 5000 forintról beszélünk. Ezzel magyarázta a kormány szóvivő, miért nem nő majd a budapesti forgalom az új útdíj miatt. Kovács Zoltán szerint az új megyematrica olyan olcsó lesz, amit ki fognak tudni fizetni az autósok. Aki pedig nem akarja, utazzon vonaton. A kormány szerint a közösségi közlekedés használatát ugyanis az útdíjjal lehet ösztönözni. Azzal, hogy megpróbáljuk a fejlesztés alatt lévő és egyébként kiemelt fejlesztési irányt jelentő vasúthálózatra, vasúti közlekedésre, illetve közösségi közlekedésre szoktatni az embereket, ez a kormányzat kiemelt célja. Az új szakaszok fizetősi tétele azonban még a kormánypártokon belül sem nyert el mindenki tetszését. Megértem azokat a kormányzati szempontokat, amik ezt az intézkedést próbálják bevezetni, de nem örülök ennek az intézkedésnek. A legtöbb ellenzéki párt szerint a rossz költségvetés miatt jön a kiterjesztett útdíj. A felelőtlen kormány elvesztette a valóság érzékelését. Kapkod, és most már az internet adó által elveszített 200 milliárd forintját keresi. Az Együtt felszólítja a kormányt, hogy vonja vissza a jövő heti szavazás előtt a 2015-ös költségvetést, mert látszik, hogy megalapozatlan, hiszen még el se fogadták, de már büntetőadót kénytelen kivetni a kormány, ezúttal az M0-ás használóira. Azért kell ezt az újabb sarcot bevezetni, mert egészen egyszerűen képtelenek egy normális költségvetést összerakni, és a most tátongó lyukakat próbálják meg ilyen hirtelen kapkodva valamilyen pénzforrással betömködni. Jó lenne, hogyha költségvetési megszorítások okán nem karácsonyra jönnének elő, hogy még hány és hány adónemet szeretnek bevezetni, hanem lenne egy normális költségvetés. Az LMP szerint az újabb pénzbehajtás negatív hatásai a településeken fognak lecsapódni. Említhetem az ajszennyezést, a légszennyezést, az ingatlanok értékének a csökkentését, vagy csökkenését, és az élhető kisváros és falu, mint olyan fog veszélybe kerülni, vagy teljesen megszűnni egyes települések esetében. A Jobbik tiltakozó akciót szervez. Kezdeményezni fogjuk azt, hogy az összes Pest megyei önkormányzat annak érdekében lépjen föl, hogy a kormányt meghátrálásra tudjuk kényszeríteni ebben a kérdésben. A kormány egyelőre azt nem tervezi, hogy a teljes M0-ás útdíj köteles legyen. 800 ezer szavazót veszített a Fidesz szeptember és november között, ez derül ki az Ipsos legfrissebb felméréséből. Az elemzés szerint a vizsgált időszakban 35-ről 30%-ra csökkent a szimpatizánsok száma felnőtt lakosság körében. Az Ipsos szerint annyi támogatót veszített a Jobbik kormánypárt, mint amennyit a tavaszi választások óta összegyűjtött. Az ellenzéki pártok közül a Jobbik és az LMP tudott erősödni 1-1%-kal. A Medián is ismertette az eredményeit, az ő felmérésük alapján a Fidesz 900 ezer támogatót veszített egyetlen hónap alatt, ami 12%-os gyengülés. Rendkívüli interjúban fogja elemezni az elmúlt napok eseményeit a miniszterelnök ma reggel az állami rádióban, értesült a hvg.hu. A portál úgy tudja, ez az interjú is része annak a kommunikációs offenzívának, amelyet a kormányfő stábja szorgalmaz, és amelyből most már Orbán Viktor is kiveszi a részét. A miniszterelnök kedden volt szerkesztőségi látogatáson a Blicknél, ahol cseten válaszolt az olvasók kérdéseire, majd interjút is adott a bulvárlapnak. Orbán Viktor várhatóan külföldi lapokban is meg fog szólalni. A miniszterelnök egyébként rendszerint két hetente szólal meg az állami rádióban, de a nyáron még ennél is ritkábban beszélt. És eddig a Híradó hírei, most kezdődik a Startról, Egonnal és vendégeivel, akikről már is megtudhatunk többet. Gondolom az M0-ásról lesz szó. Hát leginkább az elején biztosan. Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek, szervusz! Hát, ahogy azt gondolom, oly sok mindenkinek, a politikusoknak is megvan a vélemény arról, ami történik. Legyenek azok ellenzékiek vagy kormánypártiak, ez a legérdekesebb ebben. A polgármesterek például szinte egyként szólalnak meg független pártállásuktól. Egy ilyen polgármestert, gyár polgármesterét várjuk ide, Pápai Mihályt, majd
őt is meghallgatjuk ezügyben. Előtte jön majd Molnár Csaba, aki volt korábban a tárca, a közlekedési tárca vezetője, és most ugye a DK politikusa. Nem meglepő módon a DK nem ért egyet az M0-as díj kötelessé tételével. Különféle szempontok vannak, és rajta ezen az egy témán kívül még számtalan más, ami a DK-val kapcsolatban felvethető, úgyhogy több mindenről is beszélgetünk. Majd jön Csepregi Nándor, aki az államtitkára, annak a helyettes államtitkára ennek a témának a miniszterelnökségen, annyira, hogy van olyan jobboldali sajtótermék, amelyik egyenesen őt teszi felelőssé rossz kommunikáció okán, azért, hogy ekkora a felháborodás, hát erről is beszélek majd vele, úgyhogy így kezdjük ezzel a három vendéggel velük a sort a ma reggel. Köszönjük szépen, ez lesz tehát az első órában, utána pedig 7:30-kor még egyszer Híradó. Most tehát indul a start, további kellemes reggelt, viszontlátásra!